Jövőre tovább csökkenhetnek a munkaadók járulékfizetési terhei a 6 éves bérmegállapodásban foglaltak szerint, mondta el Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki hozzátette, a fiatalok foglalkoztatásának javulásához jelentős mértékben hozzájárult, hogy csak nem 100 000-en kapcsolódtak be az ifjúsági garancia programba. A minisztert mindenről kedden egy a nemzeti konzultációról szóló nyírbátori lakossági fórumon kérdeztük. A következő évben további járulékcsökkentés és béremelés várható. A napokban azt mondta a miniszter úr, hogy körülbelül 40 milliárd forint maradhat a vállalkozásoknál. Hát hogyan hasznosulhat ez az összeg, és hogy elégedettek lehetnek-e a vállalkozások ezzel a mértékű járulékcsökkentéssel? Nagyon bízom benne, hogy folytatni tudjuk azt a megkezdett közteher csökkentést, amit már idén is tapasztaltak a vállalkozók. Ez azt jelentette, hogy idén csökkentettük a társasági adó szintjét 19% és 10%-ról egységesen 9%-ra, a szociális hozzájárulási adó mértékét pedig 27-ről 22-re csökkentettük január 1-jével. Ez fog folytatódni jövőre, 22-ről 19,5%-ra csökken ez a közteher, ami azt jelenti, hogy nem 40, hanem 200 milliárd forintot hagyunk ott a vállalkozóknál. A 40 milliárd forint az csak a 0,5%-ot jelenti, tehát elvileg az volt a korábbi megállapodás tavaly novemberben a 6 éves bérmegállapodásban, hogy jövőre csak 2%-kal csökken a járulék, de a gazdaság olyan jól teljesít, és a gazdasági eredmények annyira pozitívak voltak, hogy amit vállaltunk pluszba, hogy még 0,5%-kal csökkentjük, ez is meg fog történni. Bízom benne, hogy ez a vállalkozókat tovább fogja segíteni abban, hogy vagy a náluk maradt pénzből fejlesztenek, vagy pedig béreket emeljenek. És itt rá is térnék a bérre, hiszen egy másik fontos eleme a 6 éves bérmegállapodásnak az volt, hogy növekedniük kell Magyarországon a béreknek. Amit a kormány meg tud tenni a maga részéről, hogy a minimálbért és a garantált bér minimumnak az összegét növeli. Ez idén 15% és 25%-kal növekedett. Jövőre pedig a minimálbér 8%-kal, a garantált bér minimum összege pedig 12%-kal fog ismét nőni. Tehát ez önmagában alulról nyomja a béreket fölfelé. Nagyon bízom benne, hogy ez nem csak a minimálbéreseket fogja érinteni, hanem mindenkit, aki valamilyen keresetből, éléskeresetből kap jövedelmet. A KSH adatai szerint bérkülönbségek még az ország keleti és nyugati részén mindig vannak. Ezek sajnos még mindig létező problémák. Az elmúlt években talán kicsit közeledtek ezek egymáshoz, de még mindig van mit tenni. Itt valóban azt lehet tapasztalni, hogy egy Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő polgár az kevesebbet keres, mint Budapesten vagy éppen Győr-Sopron, Moson megyében. Ezen úgy lehet segíteni, hogyha a gazdaságfejlesztésnél kifejezetten törekszünk arra, hogy az ország keleti részébe is jöjjenek beruházások, itt is legyenek fejlesztések, az az infrastruktúra, az a közúthálózat, az a vasúthálózat, a különböző szennyvíz, csatornarendszerek, ivóvíznek a képítése megtörténjen, hiszen akkor fog ide minél több vállalkozás is telepedni. A kormány ezt teszi, az elmúlt hónapokban itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon sok olyan beruházást tudtunk átadni, ami azt a célt szolgálja, hogy Kelet-Magyarországon is megérje vállalkozni, és megérjen egy vállalkozást elindítani. Egy másik téma, ez a turisztika. A turisztika az elmúlt években kezdett húzóágazattá válni a gazdaságon belül, és ugye a mai nyilatkozatok szerint ez folytatódhat. Egyébként az Európai Uniós büdzséből ebben a térségben is lesznek turisztikai beruházások, hiszen a megyei fejlesztési koncepcióban ez egy nagyon fontos fejlesztési terület. Hogyan segítheti még a gazdasági növekedést ez az ágazat? Azzal akarunk segíteni, hogy olyan területeket, olyan ágazatokat támogatunk az ország bizonyos részein, amelyek munkaerőt szívnak föl, munka lehetőséget biztosítanak, és a helyi, főleg kisvállalkozóknak is lehetőséget adnak arra, hogy valamilyen tevékenységet elkezdjenek. A turizmus ezért fontos, több mint 300 000 ember dolgozik Magyarországon már a turizmusban, és örömmel látjuk azt, hogy az országnak azokon a vidékein, ahol viszonylagos lemaradás van más régiókhoz képest, a turizmus sokkal gyorsabban tud fejlődni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, vagy éppen Jászlón-Kunszolnok megyébe is ez a helyzet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is ezek közé tartozik. Nagyon komoly a belföldi turizmusnak a növekedése. A turizmus összességében egy olyan 10%-kal növekedett évente az elmúlt időszakban, de azt látjuk, hogy ezen belül a belföldi turizmus sokkal inkább meg tudott mozdulni. Ezt igazolják vissza a számok is. Nagyon örülök annak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is több olyan vállalkozói pályázat, beruházás indult el az elmúlt időszakban, amit vagy hazai forrásból, vagy uniós forrásból tudtunk támogatni.
Egyébként a turizmusban is jelentős szakember hiány volt az elmúlt években, és van is, akár ebben a térségben is, az ifjúsági garancia programban pedig nagyon sok fiatal részt vesz. Itt ebben a megyében is fontos lenne az, hogy minél több fiatalnak legyen munkája, ám bár javultak az adatok, de itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a vidéknek a megtartó erejéhez is hozzájárulna, hogyha itt maradhatnának helyben a fiatalok. Lesznek-e még támogatások, amelyek az ők foglalkoztatásukat célozzák? Természetesen, sőt azzal a hírrel szolgáltok, hogy most már nem csak az ország más részei, hanem itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megjelent a munkaerőhiány. Tehát nagyon sok olyan vállalkozóval találkozok megyei fórumokon, rendezvényeken, akik azt mondják el, hogy még tudnának fölvenni plusz embert, még tudnának alkalmazni embert, és nincs elegendő munkaerő. Tehát itt nekünk abban kell a következő időszakban együtt dolgozni a megyei járási hivatalokkal, kormányhivatalokkal és a vállalkozókkal, megyei kamarákkal, hogy hogyan lehet a meglévő munkanélküli réteget átképzésekkel, felnőttképzéssel, különböző programokkal képessé tenni arra, hogy a meglévő hiányzó álláshelyeket, álláslehetőségeket betöltsék. Ebből a szempontból különösen fontosak a fiatalok, hiszen egy iskolából kikerülve mégis az az életcél, hogy az ember elhelyezkedjen és elkezdjen dolgozni. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a munkanélküliségen belül pedig a fiatalok munkanélkülisége nagyon tudott csökkenni az elmúlt időszakban, és abban is bízok, hogy a bérek a keresetek emelkedésével egyre inkább megéri itthon maradni, és itthon vagy vállalkozni, vagy pedig munkát vállalni, és nem elmenni külföldre, vagy nem elmenni Magyarországról.